Hashtag no filter. Nők filter nélkül. Az inspiráló erős nők magazinja. Get ready. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak és YouTube nézőknek. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Köböl Anita vagyok. És ismétlünk, duplázunk, nem is tudom, hogy hogy mondjam, vagy folytatjuk azt, amit korábban elkezdtünk, mert hogy mai vendégem már volt velem itt a műsorban, akkor párosban, most egy harcosként nagyon sok szeretettel köszöntöm. Poják Lilla, szia Lilla. Szia, én is köszöntök mindenkit. Welcome back, mondhatnám, ugye, hogy stílszerű legyek, és azért is szerettem volna, illetve szerettünk volna veled az egész távom nevében csak így uh, just for van. Mert annyira édes volt el, amikor legutóbb Mátéval itt voltatok, és nagyon belelendültünk ugye a beszélgetésbe, és már a háttérben egy olyan mondattal búcsúztunk, hogy hát, ó, te és még a gyerekeimről nem is beszéltem. Annyira cuki volt, hogy mondtam, hogy egyszer mindenképp kapok <laughs> fogunk, igen, fogunk, beszélgetni uh, nem csak a páros életetekről, hanem rólad is, és természetesen nem csak a gyerkőcökről, de ebben a műsorban azért az anyalét, mint olyan rendszerint elő szokott kerülni. Meg is ragadnám akkor az alkalmat, már, hiszen nem olyan régen pont a közösségi oldaladra kitettél egy posztot, ahol Zsombor fiatal búcsúztál, mert hogy utazott vissza a tengeren túlra. Millió egy érzelem, nagyon sok gondolat ezzel kapcsolatban. Hogy éled meg azt, hogy, hogy végül is el kell tőle búcsúznod, fizikálisan, hát gondolom, hogy folyamatosan kapcsolatban vagytok, de mi minden de. csapódik le benned ilyenkor? Milyen érzelmek kavarognak benned? Hát ez egy, ez egy, nagyon nehéz dolog, azt hiszem minden anyának, és, és, ritkán posztolok egyébként közös fotót, próbálom őket az érettől, amennyire lehet megkímélni, bár most már ugye zsombor nagykorú, úgyhogy egyszerűen megkérdezem, hogy szabad-e, és ha megengedi, akkor hadd szóljon. De ez alá a posztalá rengeteg komment érkezett, és hát gondolom, hogy mindenki, aki, aki, már anyai örömök elé nézett, az pontosan tudja még akkor is, hogyha kicsi a gyerek, hogy ez milyen lehet ez az érzés, bár, bár átélni még sokkal nehezebb, mint elképzelni hogy majd milyen lesz, de közben azért az munkál nem folyamatosan, hogy valami csodálatos történik vele, és hogy nekem őt abban kell támogatnom, hogy hogy élje az életét, és a lehetőségeit minél jobban megtalálja, kiélvezze, és hát azt hiszem, hogy most nagyon jó helyen van egy egy szuper egyetemen Amerikában, amilyen nagyon sokat dolgozott, hogy ott lehessen, és ezáltal nagyon csúnya dolog lenne tőlem, hogyha nem lennék büszke és boldog. Hát igen, ez egyértelmű, és ez az anyai lét egyik meghatározója, gyakorlatilag a gyermekünkért mindent is meg szeretnénk tenni, miközben ugye ott vagyunk egy per egyben, és kell, hogy a saját érzelmi viharunkkal is, is megküzdjünk. Ilyenkor az elengedés, mint olyan, az, az olyan, amivel meg kell küzdened? Hát most csak ha belegondolok, hogy az aggodalom, az ismeretlen, az, hogy nem vagy ott mellette, még akkor is, hogyha abban a korban van, hogy eleve elrendeltetett az, hogy kirepüljön a családi fészekből, ezekkel meg kell küzdened, vagy ezt a tök jól a helyére tudtad tenni? Azt hiszem, hogy ma már ez sem egy annyira egyszerű kérdés, most már olyan sokféle ö, minta van, most ezt mindenkinek el lehet dönteni, hogy mit akar követni, vagy mit találjónak, vagy mit kevésbé, hogy ki meddig marad otthon, vagy, vagy nagyon sokan ott ragadnak a, a családi fészekben. Nekem például ettől volt egy kifejezett félelmem, hogy nehogy úgy kössem magamhoz a gyereket, hogy aztán utána ne tudjon kirepülni, úgyhogy én ezen nagyon-nagyon sokat dolgoztam, és saját magam ellen is dolgoztam adott esetben, hogy, hogy önállóságra neveljem a gyerekeimet, és aztán ezzel sikerült is azt elintézni, hogy akkor így... Jó túl messzín, önálló lett, jó, jó de nem bánom, mert azt hiszem, hogy ez a legtöbb, amit, amit kaphatnak útra valóul, hogy a, az Annak a tudatában, hogy mindig számíthatnak rám, és mindig ott leszek nekik, de, de állják meg a helyüket egyedül, és ne anyába kapaszkodva, vagy a, a, a családba kapaszkodva tudjanak csak helytállni, és nagyon-nagyon szépen szépen csinálja, veszi az akadályokat. Nekem ezt nagyon jó látni, annak ellenére, hogy természetesen folyamatosan féltem, folyamatosan tudni akarom, hogy mi van vele. Tehát vannak olyan szabályok azért, amit amit így is betartunk, minden nap csak be kell csekkolni, minden nap beszélünk telefonon, és ezeket azt hiszem, hogy nem csak azért teszi meg, mert, mert tudja, hogy nekem fontos, nem talán ő is igény. Igen, a család megtartó ereje az tényleg nagyon fontos, de az is nagyon komoly tudatosságot igényel, hogy te meg tud vétózni magadat, hogy ne kösd túlságosan magadhoz, ráadásul fiús anya vagy, ráadásul duplán, és olyankor azt szokták mondani, és ez ugye a nagy általánosság, hogy a, a fiús anyák eleve hajlamosabbak valahogy sokkal jobban kötni magukhoz a fiúkat. Ez nem tudom, hogy mi múlik. Kérdés, hogy például te ezt megfejtetted -e, vagy erre is készültél, le kellette magadban bármilyen nagyon erős, szoros kötődés, köteléket dolgoznod, vagy ez alakult a maga természetességében? Egyrészt a kötődés az nem kevésbé szoros, ugye attól, hogy, hogy hagyod szárnyalni. Nem mondom, hogy az elengedés nagymestere vagyok, de sok lehetőségem volt gyakorolni különböző elengedéseket az életemben, és azt hiszem, hogy nagyon fontos is ezeket újra és újra átélni, és érdekes módon többé válsz tőle, tehát van ebben egy, egy nagy adag tudatosság, hogy, hogy én ezt direkt csinálom. Pontosan tudom, nagyon szeretek pszichológiai jellegű könyveket, tanulmányokat olvasni, és, és érdekel is ez a dolog, hogy hogy a, a, fiús anyukáknak milyen, milyen, extra problémáik, meg milyen extra kötődéseik vannak a gyermekekhez. Persze ja, egy kicsit, kérlek, mert ugye egy lányos anyuka vagyok, de hát ez mint közhiedelem benne van az éterben, de nem Igen, tudom pontosan a megfejtést. Egyrészt valahogy úgy, úgy hozta sors, hogy én mindig fiús anyósokat találtam, vagy anyós jelölteket találtam magamnak, úgyhogy azt is láttam mindig, hogy azok a fiúk hogy kötődnek, akik mellettem vannak, vagy egy anya hogy kötődik hozzá, láttam ebből mindenféle példákat és hát az én édesanyám is annak ellenére hogy mindig ott van nekünk és segít de de a, van egy öcsém és teljesen más, hogy kötődik az öcsémhez mint hozzám. Illetve én egy ilyen, egy ilyen nagyon nagyon hamar, hamar szabadulós és és a saját életemet élni akarós lény vagyok, aki elég korán elköltözött otthonról. És az öcsém pedig a másik véglet. És hát ebből a sok élményből mindenképpen körvonalazódik valami, hogy én mit nem szeretnék elrontani, persze majd elrontok öt másikat helyette természetesen, amiből majd a következő generáció tanul, de, de azt biztosan tudtam, hogy, hogy életre való olyan rendes frankós srácokat szeretnék nevelni, akik tényleg megállják a helyüket, és, és nem, nem ilyen anyaszoknyájás fiúk, még akkor is, hogyha nekem az lenne a legjobb, hogyha <laughs> életem végéig dédelgethetem őket. És ehhez mi kell, hogy megtaláld magadban a fiús énedet? Le tudj mellük menni a grundra, focizni, vagy én úgy fütyülni, bármi, most nem tudom, csak hogy találgatok az éterben lövöldözni. Nem hiszem, hogy, 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 hogy ilyeneken múlik azt hiszem, hogy ezek, ezek, inkább belső munkák, tehát ők valószínűleg ezt észre sem veszik, mm. és, és, folyamatosan azért vannak ebbe is hullámvölgyek, meg, meg, nehezebb, meg könnyebb periódusok, illetve az nagyon érdekes, hogy nekem a két gyerekkel teljesen más, hogy kellett ezt a dolgot meg, meg, megélni, meg, meg megjátszani, mert teljesen különbözőek és ami az egyik nem működött, az a másik nem véletlenül sem. Mondjuk az úgy szokott, Úgyhogy nem? <laughs> hogy azért, azért különösen, hogy Zsombor Amerikában jár egyetemre, és hogy ilyen szépen helyt áll, mert ő az első szülött, ugye, ő a nagyfiú, és ezáltal sokkal ragaszkodóbb volt, és sokkal anyám asszony katonájább volt, most értsd jól, és nehezebben vált le. És nála mindig az volt a feladat, hogy, hogy hogy segítsem egy kicsit, tudod, mint a, mint madárfiókát, egy kicsit löködni kellett kifelé a fészekből, hogy mennyi csináld egyedül, meg fog menni, meg sikerülni fog. A kicsit meg így folyamatosan egy ilyen kis kötélem meg kell fogni, hogy állj, még ne, még ne, majd mindjárt, de még várj egy picit, mert ő meg aztán három évesen összepakolta a bőröngyét, és világkörül útra indult. Édesem. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy a körülbelül balanszáljam a kettőt, az egy nagyon komoly ellentétes munkát igényel. Úgyhogy a kicsinél szerintem egészen más lesz majd a helyzet. Mit tanultál? Egyrészt a szülőségedből, az anyaságodból, másrészt a, a gyermekeid által magadról. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a gyerek az igazi tükör az embernek. Van, aki erre fogékony és meglátja benne, és mondjuk fülön tud csípni olyan tulajdonságokat, viselkedési módozatokat, mechanizmusokat, amire azt mondja, <laughs> ez lehet, hogy változtatni kell, vagy élvezed, tehát élvezed azt, amit viszont látsz természetesen, mert hát ez is benne van. Azokon a dolgokon, ami nem feltétlenül csak és kizárólag jó, azokon, azokon egy ilyen félmosolja, vagy, 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 nevetve tudok szórakozni, mert meglátom benne a saját gyengeségeimet, hibáimat, de, de valahogy úgy látszik, hogy van bennem egy, egy olyan önszeretet, hogy, hogy ezeket is Tudom szeretni bennük is, és látom, hogy hát igen, ez, ez átment oda is. Jó, okay, akkor ez, ez most egy ilyen kis ezek nem csak gesztusok, hanem mondjuk például az élethelyzetekre adott reakciók. Abszolút, abszolút. És ezeket szerintem. Én azt gondolom, hogy, hogy kicsit áltatjuk magunkat azzal, hogy mi nevelünk gyereket, terelgetni lehet, de, de az a két kis személyiség, akiket én a világra hoztam, azok annyira, annyira meg voltak már rajzolva az első pillanattól fogva, és annyira látszott tulajdonképpen a, a forma, hogy, hogy, ezeket, ezt még lehet finomítani, csiszolni, irányba tenni, de, de, de megvannak, és, és nagyon különbözőek, és nagyon valamilyenek. Természetesen nem gondolom azt, hogy nem számít az, hogy milyen nevelést kap egy bizonyos gyermek, de, de azért az alapadottságok azok ott vannak, és nagyon szórakoztató néha azt látni, hogy ó, a, a türelmetlenségem, a, a világ esze mindent megmondok, és azt is jobban tudom. Tehát azokat kapom vissza, amik biztos bennem is hogy idegesítőek <laughs> tudnak lenni, de de nagyon jól szórakozom ezen, és közben azt gondolom, hogy két nagyon-nagyon csodálatos kis, kis lény, és... És büszke vagyok, hogy életek az anyukájuk. Azért is jó, hogy erről beszélgetünk, mert nekem a képzeletem pont volt egy szakemberrel, egy találkozóm, és én például nagyon tudatos szülőnek gondolom magam, meg igyekszem ezen az úton haladni, és pont az elengedés volt kettőnk között a téma, és arról beszéltünk sokat, hogy ugye a mai világban az a Liberális nevelés, amit egyébként nem én nevezünk, hanem demokratikusnak. Ugye egyre gondolunk természetesen, ezek a nagyon szabadelvű életfelfogások tudnak egyébként tévútra rossz pályára terelni egy-egy fiatalt. És hogy a határok megtartása az kevésbé van jelen a mai fiatal generációban, mint hogyha a szülőkben nem lenne elég bátorság arra, hogy ezeket megmerje, keretként fogalmazni a gyerköcnek. Te ezeken az elakadásokon, vagy mérföldköveken könnyen át tudtál lendülni, és voltak olyan elvéd, amiket feltétlenül tartani szerettem, volna, mert úgy érezted, hogy az ő jövőjének biztonsága érdekében ez fontos? Nem tartom magam tudatos szülőnek, sokkal inkább összönös ösztönös uh -huh. szülőnek tartom magam, és sajnos vagy nem, de elég liberális elveket is vallok, úgyhogy erről mind nem tudok beszámolni most, amit, amit kérdeztem, mert nálam egyrészt... Az, hogy partnernek kezeltem a gyerekeimet az első pillanattól fogva, az nagyon jól működött, de azt kell, hogy mondjam, hogy biztos én is elkövettem, illetve követek hibákat, és lehet, hogy ha most előről kezdeném, akkor picit más, hogy csinálnék dolgokat, de nálunk például Máté megjelenése az életünkben nagyon sokat szigorított a rendszeren, és valahogy, valahogy annyira jól jött ki a, a, az egész matek, meg az egész kémia, mert pont az, amit én esetleg túlzásba vittem engedékenységbe, azt ő hirtelen egy sokkal szigorúbb, sokkal katonásabb rendszerrel ellenpontozta, és a végére szerintem kijött egy tök jó középút, ami most uh -huh. nagyon jól működik, de de a szerencsefaktor elég komolyan jelen volt ebben, azt kell, hogy mondjam. Tehát a tudatosságom nem volt... Megfelelő, de azt hiszem, hogy ennél tudatosabb nevelése nem is lennék képes. Tehát én túlságosan érzelmi alapon működöm egyébként. Amúgy szerintem nem baj feltétlenül, és azt gondolom, hogy a liberális nevelésnek is vannak nagyon jó dolgai. Tehát én abban, amit te most említettél, hogy megbeszélni és kommunikálni a gyerekkel, nagyon-nagyon hiszek. és... ez nem azt jelenti természetesen, nincsenek határok. Tehát azok a keretek és azok a határok, azok szükségesek. Csak csak a viszonylag lazák a keretek és kényelmesek a határok, amiken belül lehet mozogni, de vannak. De mondjuk voltak olyan elveid, hogy na, soha nem mit én, csapok a gyerek fenekére, mert az már főleg a mai gondolkodás szerint mondjuk ugye kimeríti a bántalmazás fogalmát, és akkor azt mondom, hogy inkább nem, hogyha haragszom, ha dühös vagyok, vagy ha tehetetlennek érzem magamat, akkor azt értelemszerűen majd egy párnám fogom, vagy egy tojáson, tojásdobálással. Egyértelműen természetesen azt gondoltam, hogy, hogy nem ütünk meg gyereket, ez egyszer, egyszer sikerült megszegni, egyszer, egyszer fejen kólintottam zsombort, mert annyira, annyira kiverte a biztosítékot, és, és, azóta is bánom, és azóta is rengetegszer visszakaptam, hogy te bántalmaztál <laughs> engem gyerekkorban. Jó, ezt, Jó ezt de ez így, családi vicc gondolom, Persze, ezt így el, elviszem magammal, most már a sírba biztos. És persze a bulcsút soha nem ütötted meg. Mondom, téged is csak így meg, meglegyintettelek a fejeden, csak lelkileg ment mélyre, és nagyon bánom. De, de, az olyan szinten volt szemtelen akkor éppen, hogy, hogy nem, nem, tudtam, nem tudtam moderálni magamat, mit van, mit tenni, úgyhogy becsúszott, de igazából nem, tehát természetesen az az, az alapelveim közé tartozik, igen, hogy nem, nem verjük a gyereket, mert az már régen rossz, hogyha nem találunk más módot. De annak mondtad, hogy kifejezetten örülsz, hogy a tengeren túlra tudott menni, tanulni. Hát nem is a tengeren túlnak örülök, kifejezetten én tök jól lehetem volna Svájccal is, vagy, Hollandiával. De, például Tehát egy... már kicsit az oktatási rendre akartam tőled itt kérdezni, mert ugye most pont aktívan benne is vagy, és azért látjuk, hogy mi megy most itt nálunk itt, főleg ugye a pedagógusok esete körül, és hát már én is elkezdek azon gondolkozni, hogy majd milyen irányba terelgessem a, a, a hogy, hogy neki. Mert ilyenkor szerintem mindenünket az motivál, hogy számára tudjam biztosítani a jövőt. Hát most nem azért, mert én akarom mondani, mondani, hogy nem tudom, milyen egyetemre jár, hanem hogy, hogy egy olyan életet, egy olyan életteret tudjak számára biztosítani, amit amit jónak és jövedelmezőnek látok életem A szerenén. A tengeretúlba, aminek én kifejezetten örülök, az az, hogy fel kell két repülőre, meg egy, meg egy buszra, és huszonvalány órát kell menni egyedül a világban, hm. és oda kell érni évségben, és ez egy, ez egy olyan, olyan fegyvertény, amit ahhoz képest, hogy négy éve a négyes hatosra is alig szállt fel, most már megugrik, és erre vagyok nagyon büszke, és ez az a, ez az, az önállósodási folyamat, amiről beszéltem, hogy szerintem ezt, ezt el kell érni. De uh, egyébként uh, ezt zsombor találta ki egy, egy az egybe és, és én ezekben vagyok az a fajta liberális szemlet, aki azt gondolom, hogy ha van motiváció a gyereknek, saját motivációja, saját elképzelései az életéről, akkor én nem támogatni fogom, és nem kezdek el más irányokat mutatni, vagy magyarázni, vagy, vagy szigorúan azt mondani, hogy te pedig ezt csináld, vagy azt csináld, vagy mert ez lesz neked a jó. Nem akarom jobban tudni, hogy mi lesz neki a jó. Uh, ez egy, azért volt speciális helyzet, és azért azért csak Amerika jött szóba egy idő után, mert ugye ön, ő versenyszinten teniszezett, teniszezik még mindig, és hát amikor ilyen 16 éves korra körül azért az, az körvonalazódott, hogy nem lesz belőle az új nadál, tehát nem lesz egy nemzetközi szintű mm. játékos belőle akkor azt mondta, hogy szeretné ezt a sok befektetett munkát valahogy visszaforgatni, és hát ugye a tengeren túlon Amerikában főként nagyon komoly sportösztöndíjak vannak, tehát sokkal jobban honorálják, hogyha valaki olyan szinten van egy bizonyos sportban, és, és egy ilyen sportösztöndíjat pályázott meg, természetesen egy, egy tanulmányival kombinálva, ami által elérhetővé váltak olyan, olyan lehetőségek, amit egyébként mi nem tudnánk finanszírozni. Ti azért ugye eléggé ismert család vagytok így kollektíve, már mint ami a, a szülőket életi, és így mondhatom, hogy mind a hárman, ugye, mert hogy végül is ugye a, a, volt férjed is, mint apa ott van, ugye Máté is itt van jelenlegi párod, és hát te is ugye önállóan megállod a helyedet, most a hat szintén az ismertségre gondolok. Na ez mennyire izgalmas kihívás, hogy ismert szülőként a gyermekeiteket megvédeni, bevonni ebbe, mutatni nekik egy másik típusú képet. Ezekről szoktatok beszélgetni, vagy ez, ezen gondolkoztatok? Annó, amikor ugye a gyerekvállalás szóba jött, és akkor elindultatok ezen az úton. Szintén nem, szerencsére. Nem? nem? az a jó ebbe szerintem, hogy sok mindent, hogyha túl gondolkodtuk volna, mint hogy látom nagyon sokan, hogy túl gondolják, akkor nem történik meg egyszerűen. Úgyhogy, úgyhogy így éltünk bele a világban, én viszonylag fiatalon vállaltam babát mind a kettőt, és túl sok gondolkodás ebben nem volt, csak annyi, hogy szeretnénk családot, és, és szeretnénk boldogan élni. Ezt az ismertség dolgot viszonylag skeptikusan kezelem, teljesen őszintén, mert az. Nem, ön nem érzed magadat, magatokat annyira. Nem is, eléggé egyrészt, egyrészt, de, de azt nem, hogy nem bánom, hanem teljesen jól el vagyok ezzel. Azon kívül, azon kívül ezt a olyan, olyan kicsi ország vagyunk, olyan, olyan, olyan szerencsétlenül belelog mindenkinek a keze a bilibe, tehát hogy ezt nem hiszem, hogy túl kell gondolni azt, hogy ki, ki számít itt ismert embernek, vagy ki számít celebnek. Celeb sose akartam lenni. Azt gondolom, hogy amíg tudják, hogy mivel foglalkozom, addig nagy baj nincs, tehát hogy nem csak a nevemet ismerik, hanem hozzá a foglalkozásomat is. Úgyhogy ez, ez remélem ez még megvan. Ezen kívül, amíg nekem is gondom van azzal, hogy a havi számlát miből fizetem be, addig nagyon nem, nem érzem ezt a celefaktort, teljesen őszintén. Úgyhogy nem, és nem Én sem foglalkoztam vele túl sokat, és túl sok energiát abba se tettem, hogy, hogy, hogy a gyerekeimnek ezt hogyan kell bevinni. Nagyon sokáig nem tudták, hogy mi a foglalkozásunk, mert, mert nem jött szembe ez napi szinten. Aztán utána egy-két. TV műsort, mindig megkérdeztük, van-e kedvük, elvállaltunk. Egy-két fotózást elvállaltunk, de én nem, nem pakoltam tele a, a közösségi oldalakat a gyerekek fényképével, de néha azért. Fölraktam egyet-egyet, amit most se bánok, tehát mindenben azt gondolom, hogy a középút az ideális, és nem, nem hiszek egyik szélsőségben sem, hogy telepakolom vele, vagy csak hátul mutatom, és azt is csak két évente egyszer. Nem hiszem, hogy bármilyen sérülést okoztam nekik azzal a három vagy négy újsággal, ami a 18 év alatt történt velük, meg körülbelül ennyiről beszélgetünk, és mostanra meg akkorák, hogy, hogy most már régen mindig az ő véleményük a döntő, és mindig megkérdezem őket, hogy ezt szeretnétek, ezt nem szeretnétek, és akkor az van, amit ők mondanak. Mondjuk ez tény, hogy, hogy azért ilyen formán ugye a, gyerekeid, mint olyan nincsenek kitéve a kirakadba, de ismerünk olyan családokat a hazai közéletben, ahol azért elég intenzíven, aktívan benne vannak, és ugye Ilyenkor szokott ez felmerülni kérdésként, hogy a gyermek személyiségét az esetleg mennyire szokta deformálni, hogy ő saját magát már eleve kicsikorától kezdve másképp definiálja és pozícionálja, mert hiszen egy olyan világ veszi körül, ahol ugye egy kicsit én központúvá válik akarva, akaratlanul. Tehát ebben a szülői feladat e igen kihívás az, azért szerintem komolyan jelen van. Igen, de ez nálunk közel sem volt. Úgyhogy mondom, szerintem még már általános iskolások voltak, és nem nagyon tudták, hogy mivel foglalkoznak a szüleik, aztán néhányszor eljöttek színházba, és akkor megértették, hogy ez is egy szakma, de ezt nagyjából így is kommunikáltuk mindig, hogy ez is egy szakma, lehet, hogy egy kicsit többen ismernek meg, vagy néha kérnek egy-egy fényképet az utcán, de ennél több nem, nem érte őket és ráadásul beszélgettünk civilben arról, hogy ez közösségi oldalakkal milyen szinten hadilában állok egyébként is. Igen. Tehát nagyon-nagyon nehézkesen veszem rá magam bármilyen ilyen kommunikációra, meg, meg arra, hogy posztoljak bármit. Úgyhogy egyik gyerek se lett uh, semmilyen szinten közösségi uh, médiafüggő, és, és nem, nem wow. is, nincsenek is olyan oldalaik, tehát ők is nagyon nehézkesen és keveset uh, posztolnak, inkább, inkább nógatni kell őket, hogy azért valamit néha tegyék meg biztos, hogy ha már van Insta oldalad, akkor tök érdekes lenne, hogy te New Londonba tanulsz, rakjál már ki egy posztot, mert szeptember óta nem történt semmi. Úgyhogy, úgyhogy nálunk, nálunk, ez nincs, és azért aztán nem is tudom, hogy milyen lehet ilyen gyerekként felnőni, mert én nem így neveltem az enyémeket. És abban azt mondod, hogy ebben se voltál tudatos, de ezek szín akkor azért láttak egyfajta mintát tőletek, hiszen ugye most ki is mondhat, hogy neked sem fontos feltétlenül a közösségi oldal való jelenlét. Fontos, csak fontos? Nem szeretem. Ja. <laughs> fontos, de, de, mivel jobban, jobban szeretek olyat csinálni, amihez kedvem van, ezért tudom, hogy fontos lenne, de nem teszem meg általában már csak, amikor már többen rám szóltak, hogy most már valamit kéne csinálni. Úgyhogy ezt, ezt ezen még lehetne fejleszteni, vagy lehetne jobban csinálni, de általában abban a szerencsében volt részem egész életem, hogy mindig azt csináltam, amit szeretek, és ez most már lehet, hogy így marad. Két fiús anyukaként, ugye van egy első szülött gyermeked, aki vezeti az életedet is, van egy másodszület gyermeked, aki, aki mondja, hogy ez egész, egészen ellenpólus. Benne mennyire látod viszont magadat például? Nagyon, nagyon érdekes ez, hogy nem akarom így külön megkeresni, hogy kiben mi van kiből, mert, mert ők olyan kis kerek egész, és engem sem bont szét senki, hogy én miből tevőtem össze, tehát ők zsombor és bulcsú és két csodálatos lény, de, de, de búcsú feladja a leckét. El, elég rendesen. Szóval ő egy, egy, olyan határozott, olyan, olyan hm, hogy kell ezt szépen és jól mondani, Karakán kis személyiség? E, igen, aki egyáltalán soha nem rejti véka le a véleményét, és, és, és bele is áll. És azért ebből voltak már konfliktusai a, a korábbi életében, e, amit. E... De ez jó is nem. Tehát én például örülök annak, amikor e, azt látom a gyerekem, hogy talpra esett. Tehát ehhez a világhoz szerintem ez ma kifejezetten szükséges. Sőt, sőt e, én, én ebbe hiszek. Csak ebben hiszek, hogy hogy igenis tanuljon meg kiállni magáért, úgyhogy ezáltal iskolát is váltottunk már emiatt, mert az oktatási rendszer nem ebben hisz, de, de nem, nem nem könnyű most azt véghez vinni, hogy a mások is úgy neveljék abban a szellemben a gyereket, ahogy te gondolod, hogy hmm. az, az jó lenne. Hú, meg azt nagyon nehéz kiadni a kezedből, nem? Hogy ne, és hát, és hát iszonyatosan bizalomfüggő, úgyhogy most azért, azért vagyok nagyon boldog, mert a tavalyi évünk az egy ilyen dupla felvételi hisztériában telt, és visszatérve arra egyébként, hogyha valahogy definiálni kéne magam, akkor én anyaként definiálom magam elsősorban, tehát az az, 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 az elsődleges létezésem, hogy, hogy ennek a két fiúnak az édesanyja vagyok, és persze nagyon büszke vagyok arra, amit szakmélag elértem, de, de elég erőteljesen anyatigrisként <coughs> vagyok jelen, és szeretném, hogy nekik minden rendben legyen. Úgyhogy a tavalyi év az, az azért volt nehéz, mert ugye Zsombor felvételizett külföldre, folyamatosan írta az amerikai redségét, online-ba csinálta a felvételiket a különböző egyetemekre, miközben a nyolcadikos központi felvételit írt a Bulcsó, amit aki már volt ilyen helyzetben, az tudja, hogy ez egy milyen, milyen megterhelő dolog, nem csak magát a felvételit megírni, hanem az az egész év, ami a továbbtanulásról szól, a pontszámokkal, a úristen, mire lesz elég ez, és akkor így nézeget, volt, tehát ez iszonyatosan megterhelő volt. És ennek a vége egy, egy olyan iskola lett, ami, ami, ami miatt nagyon-nagyon boldog vagyok, és amit nagyon szeretünk. Ez a, szabad mondani? Jó, ja, persze, nyugodtan, egy ez bármit szabad. A, ez a, a Poli, a Közgazdasági Politechnikum, ami egy Hát igazából mi ö, főleg alternatívnak titulált vagy is, ö, alapítványi iskolákat írtunk be, pont azért, mert ö, annak a szemléletében pillanatnyilag sokkal jobban tudok hinni. Uh -huh. De... És ebben De... például te terággattad őt, tehát ott ö, volt vagy éltél a, a szülői vétójogával, elve, hogyha mondjuk esetleg felmerült egy olyan iskola, egy olyan intézmény, amire azt gondoltad volna, hogy nem feltétlenül. Nem, volt nagyon neki. Volt, nem nagyon volt olyan, amiben nem értettünk egyet, rengeteg nyílt napon voltunk, elmentünk mindent megnézni, hogy, hogy tényleg ő is képbe legyen. Én, én már nagyon-nagyon régóta kutató munkát folytattam ez ügyben, mert, mert nem volt könnyű az első nyolc év, és, és, volt benne egy kis balkanyar és keresgélés, szóval szerettem volna, hogyha, hogyha a gimnázium évek azok, azok, rendben vannak, és hát ehhez az is kellett, mert hát ezek az, ezek, a, ezek az intézmények nagyon, nagyon magas pontszámot is kérnek, és, és olyan teljesítmény kellett hozzá, amihez rendesen fel kellett kötni a nacit, és megírni azt a központi felvételét úgy, ahogy aztán végül sikerült, de hát ahhoz is külön órák kellettek, meg extra felkészítés, meg mindenféle, és nem gondolom feltétlenül, hogy ez a rendszer, ez, ez jól szűri azt, hogy ki hova való, és ki milyen, milyen teljesítményre képes de hát mégis ebben a rendszerben kellett helytelni, úgyhogy... És itt kell megtalálni, igen, azt ami a legjobb Úgyhogy az, az egy, nagyon nehéz év volt, de nagyon örülök, hogy sikerült, és most azt hiszem, hogy egy szuper jó helyen van. És mindeközben te anyaként hogyan tudsz funkcionálni? Mert most arra gondolok, hogy ő hazajön a suliból, kb. akkor mehetsz el mondjuk a színházba, vagy forgatásokra, tehát hogy nem tudom, hogy van-e arra lehetőséget, hogy leülni velük, együtt tanulni. Ma már gondolom kevésbé, mert mondjuk olyan a tanulmány, ami neked nem vág feltétlenül profilba, de azért mondjuk... vagyok így fogalma. A matikot azt így hatodik közepén veszítettem el. Igen? Ami... Jó, akkor erre felkészülök Magyarul Magyarból még, 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 még érettségig nagyjából megvagyok, de... De az voltál, aki, aki leült mellette, és fontos volt az, hogy ebben őt tud segíteni és terelgetni? Ö, igen, egyrészt. Másrészt nagyon sokszor éreztem azt, hogy, hogy ez, ez iszonyatosan kapcsolatromboló, mert, 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 tele van feszültséggel, ez a filmekben tök jól néz ki, és ideális, hogy, hogy, hogy anya odaül, szeretettel és simogatja a kis buksiját, és akkor tanulnak együtt. Ez, ez gyakorlatban általában szerintem nem így néz ki, hanem, hanem, miért nem érted, csináld már, meg írd már le, megint öt fele figyelsz, szedd már össze, itt leszünk éjszakáig. Tehát ezek, ezek, ezek hosszú távon nem, nem feltétlenül mutató dolgok, úgyhogy nálunk azért mindig volt egy-két külön óra, vagy, vagy olyan, olyan pont mondjuk matekból, ami egyébként egy olyan tantárgy, amiről kiderült, hogyha kapnak egy kis extra segítséget, akkor, akkor Zsombor is úgy írt ötös érettségit, hogy abból én nem néztem volna két évvel ki, ezelőtt még azt sem ki, hogy ebből lesz egy hármas. Uh -huh. És valószínűleg csak az idő, meg a, meg a nyugodt megértés hiányzik hozzá, vagy ez a rendszerből valami hiányzik, ami, amitől, amitől az meg tud érkezni az, az információ. De de szerencsére nekem, mivel a, a gyerekek oktatása az elég elég fontos és első helyen van, ezért arra mindig fordítottam külön extra figyelmet, hogy mik azok a tantárgyak, amiből esetleg kell külön óra délutánonként és, és segítség. És sokkal jobb, hogyha egy adott tanár végzi el, mert adott esetben rá odafigyelnek, vele nem mer szembe menni, nekem meg azt mondja, hogy most ezt hagyjuk abba és nem érdekel. Uh -huh. Most nagy egészet kérdezem, de hogyha szeretnél akár a saját életetekből ezt példán keresztül mutatni, akkor én azt is megköszönöm. De az látszik, hogy manapság, mintha a szülők gyakran, sajnos elveszítenék a gyermeküket. Értem ezt úgy, hogy a legfontosabb élethelyzetekben nincsenek ott mellettük, a saját életük sokkal fontosabb, nem tudnak kellő időt és figyelmet fordítani a gyermekre. Azt nem tudnám neked megmondani, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak. De az biztos, hogy lelkileg egyfajta stabilitásban el vannak veszve a mai fiatalok, mert, mert egyszerűen a szülők is annyira terhetek, hogy nincs meg az a kényelmi helyzetük talán, hogy kellő időt és figyelmet tudjanak fordítani a gyermekre, meg szeretnék már minél hamarabb kiengedni a kalitkába, hogy érjék a saját életüket. Találkoztál ilyennel? Látod, meg tudod erősíteni? Nem, vagy is biztos, látod más vagy nem is biztos, hogy erről van szó kifejezetten, csak valahogy esetleg nem, nem, nem jön ki jól a timing. És lehet, hogy egy, egy hullafáradt szülő, aki este mondjuk le tudna ülni és beszélgetni fél órát a gyerekkel, vagy esetleg a hétvégén, az pont akkor nem kap egy arra alkalmas gyereket, mert azért ez a kamaszkor, ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak. És lehet, hogy a gyerek délután még alkalmas a beszélgetésre, de este már a haverjaival akar most egy órát játszani, mert neki az meg van beszélve, és egyébként is anya online vagyok, és akkor, hogyha most ezt lerakom, akkor kiesem a játék, vagy nem tudom, nem értem a felét sem. Vagy, vagy hétvégén, amikor éppen szépen eltervezett, hogy szeretnél velük elmenni, és akkor nyugodtan együtt ebédelni valahol, meg sétálni a Dunaparton, és beszélgetni, akkor neki már programja van, mert már akkora. Szóval ennek ellenére azt gondolom, hogy mi ezt egészen négyes fölére csináljuk, mm. tehát hogy, hogy egészen jól csináljuk, és van egy olyan, olyan őszinte viszony, amikor amikor néha valami, valami rajta kapom a bulcsút, akkor is látom, hogy ha megpróbál így elmismásolni valamit, akkor egyrészt nagyon kint vannak az antennáim, mm -hmm. másrészt ő, ő, ő is rosszul érzi magát tőle. Tehát akkor egy második körben mindig mond valamit, erre így ránézek, hogy. És akkor második körben mondja a Frankot, mert, mert neki sem jó. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nálunk ez egy egészen, egészen jó állapotú történet, de, de azért felmenteném azokat, akik, akik esetleg azt, azt érzik, hogy elveszítik a gyereküket. Ugye egyrészt mondják, hogy, hogy ki van téve a felújítás miatt zárva tábla ilyenkor a gyerekekre egy pár évre, tehát kamaszkor így 13 évesen magára csukja az ajtót, és majd valamikor 16-17 környékén így négy résnyire kinyílik, hogy hello, akkor majd megint itt vagyok. Azért ebbe van némi igazság sajnos, és, 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 ez, ezt, ezt a korszakot ezt úgy kell átvészelni, hogy a lehető legkevesebb maradandó sérüléssel szerintem, és közben hagyva azt, hogy ők egy kicsit azért éljék meg az önállósodás, meg, meg azok a hormonok, amik iszonyatosan változnak bennük, és és, 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 nehezítik az életüket, és néha tényleg azt érzik, hogy értelme, ér, értelmezhetetlenül feszültek, vagy, vagy fáradtak, vagy, vagy érdektelenek, azokat, azokat mind megtanulják megélni és kezelni, és közben ezt valahogy így Alulról segíteni. De nehéz lehet azért, El... ahogy most így egy picit bepillantást engedsz, ezt, ö, pedig mindannyian keresztül megyünk ezen, hiszen voltunk 13-16 évesek, tehát átéltük. Hát én mi nagyon is. sokszor hívom segítségül a saját kamaszkoromat, így próbálok visszaemlékezni, és akkor eszembe jut, hogy én miket műveltem, meg hogy viselkedtem, meg hogy éreztem magam, még mindig megvan az az érzés, amikor így, csak tudom, hogy valahogy így legszebbben val valakit így, így így orba boxolnék, nem tudom miért. Szóval igen, nem, nem könnyű. A, hallottam egyszer egy olyan mondást viszont, hogy ha valamit addig jól csináltál, akkor 16-18 évesen visszakapod a gyermekedet. Tehát akkor ezt mondjuk meg tudod erősíteni. Ugye, hogy van egy ilyen kis átmeneti időszak, ott kell ügyesnek lenni és résen szülőként, de csak ki kell bírni, és utána azért helyreáll a rend. <laughs> Azt látom most már, hogy a Zsombort furamódon hiába van egy tengerrel, egy óceánnal réb, de, de ő most már érkezik meg fele, tehát neki már rendesen kín van a vízből a feje, és főleg azáltal, hogy, hogy, azért folyamatosan hiányzunk neki, sokkal jobban köt vissza, és igen, érzem, hogy, hogy jön az a felnőttes attitűd, és hogy azt látom igen, hogy valamit jól csináltam, úgy látszik, vagy jól csináltuk mindannyian. Bulcsunál még a munka dandárjában vagyunk, úgyhogy jön még még van a tábla, és csak, és csak remélem, hogy majd amikor kibukkan az a kis lény, aki majd ő lesz, akkor ott is azt fogom tudni mondani, hogy oké, okay, az is rendben van. Van olyan úgynevezett ház vagy saját szokásotok, amit együtt találtatok ki, és bevezettetek arra, hogy hogyan legyen kellő együtt töltött minőségi idő, mondjuk mit csináltok adott esetben, vitás helyzetben, mert most az mondtad, ezt a hétvégén elmenni a Dunapartot, egy pillanatra megcsapott annak a szere, hogy lehet, hogy nátok ez mondjuk egy rendszeres program volt, vagy lehetne a te igényeid szerint, vagy ilyesmi mondjuk itt nincsen. Ezek így időszakosan változnak, tehát általában azért próbálunk lefektetni ilyen, ilyen, szabályokat, meg igen, megkeresni az együtt töltött időket, de, de ebben sem akarom túl, túl szabálykodni, mert szerintem sokkal többet brontok azzal, hogyha mondjuk egy általa végig dolgozott és végighajtott hét után nem engedem, hogy ő a barátaival találkozom, mert én mert én nekem fontosabb az, hogy vele töltsek időt, és én nem fog egy szót se szólni hozzám, mert ő nem ezt akarta, az, azzal semmire nem megyek, úgyhogy ezt úgy, próbálom ezt is úgy, úgy, úgy balanszálni, hogy, hogy inkább kommunikáljunk, és elmondom, hogy én szeretném, hogyha erre is jutna idő, és akkor a végére kijön úgy, úgy hogy oké, okay, akkor elmegyek, de az egy kicsit előbb, és akkor leszünk egy kicsit együtt is. Azért is ismertem ezt így megkérdezni konkrétan, mert láttam egy interjút veled, és hát ugye nem tudtam végignézni a hosszúsága miatt, de hogy bele, -bele egy olyan résznél álltam meg, ahol pont arról kérdezett a műsorvezető, hogy mondjuk vitás helyzetben ti levágjátok magatokat a földre, vagy ez hogy van, egy kicsit hossz kérlek ki, mert azt gondoltam, hogy vannak ilyen kézzel fogható módszereitek, amit most így meg tudnál velünk osztani, mint praktika. Ez egy, ez egy nagyon régi játék a Mátéval. Most, most ünnepeljük a hetedik évfordulónkat, és még mindig csináljuk, úgyhogy ez most már egy 7 az életünk része, de hát ez egy, ez egy ilyen szórakoztató kis vicc, amit egyszer valahogy így a bulvár rettenetesen felkapott, és azóta legalább nyolcszor újra elmondották velem. Jaj, ne harag, ugye ennyi, én sose találkoztam a nevével Nem, nekem ez volt ez az, hogy megnéztem ezt a videót, és akkor, na, micsoda, miről van szó? Szerintem közel sincs az egészben, de szívesen elmesélem, van egy Nem, akkor majd valaki visszakeresi, hogyha gondolod, akkor van, van más kérdés is a, a, az, a lényeg, hogy, hogy ha valaki, de ez inkább vicc, hogy ha valami megsértedik, akkor, akkor lefekszik a földre, és akkor másiknak rá el kell feküdni. Ez általában csak szőnyegen működik. Ez ah. egy ilyen de azért ez Közel sem ennyire. Nincs benne ennyi, Jó, ennyire megértettem. Van akkor. Benne a, a, a Látod, annyira mégsem lapi. kapta fel a bulvár, mert én még ezzel eddig nem találkoztam. Jó. Most <laughs> Viszont, már. amivel ö, készültem, vagy készültünk is, mint kérdés, az azért volt számunkra fontos, hogy így, mint egy topik beszéljünk róla, mert már itt a rádióban is, mikor voltál, akkor megemlítetted korábban, és kevesebb szó esik arról, hogy ugye neked azért le kellett egy komoly kapcsolatot, egy házasságot zárnod. És ha már beszéltünk arról, hogy ismert szülők gyermekeinek lenni milyen lehet, ott felmerül az is a kérdés, és ehhez nem kell ismertnek lenni, hogy két szülő, amikor úgy dönt, hogy nem tudják közösen folytatni az életüket, akkor ott vannak azért a gyermekek is, akiknek a kiegyensúlyozott jövőjével foglalkozni kell. És hogyha minden igaz, akkor ugyanáltak ez tök jól sikerült, és ezt szépen hoztátok le, ami azért kevesebb, nem is tudom, hype kap, és nem is mindenkinél sikerül. Na ebben ti tudatosak voltatok? Tehát, hogy azért ezt konkrétan megbeszéltétek, hogy a gyerekek érdekében milyen Világító tornyokat helyeztek le magatoknak, hogy, hogy nekik ez jó legyen? Uh, tulajdonképpen a, a döntés az akkor született meg, amikor azt éreztem, hogy a gyerekeknek rosszabb, ha mi együtt vagyunk, mintha ha külön. Tehát uh, mindenkinek a fejébe benne van ez a, a gyerekekért maradjunk együtt, tartsuk együtt a családot, mert biztos, hogy nekik az a jó, de, de egy idő után nem jó, mert a gyerekek mindent éreznek, és érezték a a fájdalmat, a boldogtalanságot, a könnyeket, a, a csöndeket, és ez, ez egy idő után iszonyatosan ráül a lelkükre, és, és eljött az a pont, amikor tényleg azt éreztem, hogy már értük is kell lépni, mert, mert ez nekik így sokkal rosszabb. És hát ezt mostanra nagyon-nagyon mostanra szépen rendbetettük, de azért nem volt ez egy egyszerű helyzet, és ebben azért volt, hogy egyedül maradtam, és ezt egyedül kellett kommunikálnom, és itt is azt kell, hogy mondjam utólag, hogy hogy nagyon sok volt a jó ösztönöm. Tehát mm -hmm. ha most azt mondanám, hogy tudatosan csináltam, akkor is megveregetném a vállam, mert nagyon sok mindent csináltam ösztönösen jól, és ez csak utólag derült ki számomra, mert egy pillanatra sem akartam mást mondani. Én amúgy is szeretem a frankót mondani, és ebből ebből vannak is konfliktusaim ugye, a pályám során, és szerintem akik ismernek, azok tudják, hogy a Lilla az ilyen, ez ilyen egyenesen megmondós ennek minden előnyével és hátrányával, de, de a gyerekek nevelésében is mindig azt gondoltam, hogy, hogy, az őszinte kommunikációban hiszek, mert nem tudom máshogy. Tehát akkor, akkor adom leginkább magamat, hogyha azt mondom, amit van, ami van, én nem, nem tudok, nem tudok képet mutatni és, és, és mosolyogni, mert, mert, mert ha sírom kell, akkor sírok, és, és ezáltal nagyon-nagyon korán elkezdtem a problémákat is kommunikálni velük, az őszintjükön, de azt hiszem, hogy hogy, hogy jól és ügyesen, mert amikor már odáig jutott a dolog, hogy már, már külön költöztünk, akkor nekem az első dolgom volt, hogy elvittem őket egy gyerekpszichológushoz, hogy, hogy biztos, ami biztos. Én azt gondolom, hogy hogy rendben vagyunk, természetesen elvégezzük a gyászmunkát, elvégezzük azokat a, a, a részeket, magam is elmentem, kértem segítséget, ahol lehet, ami ami ennek a sajátja, ezek ezek ezeken az állomásokon végig kell menni, ha, ha uh -huh. akarod, ha nem. De, de azt jelezte vissza a pszichológus nagyon gyorsan egy pár alkalom után, hogy ezek a gyerekek, ezek tök, tök rendben vannak, és, és tudják, hogy mi a helyzet, és... és nincsen baj. Tehát volt egy pár játékos foglalkozás, és aztán így útjára lettek engedve, hogy tök, tök jók vagytok, minden oké. Okay. És hát természetesen, amikor Máté megérkezett az életünkbe, akkor derült ki első körben, hogy valamit én akarva akaratlanul nagyon jól kommunikáltam, mert, mert mikor hárman maradtunk, akkor én azt mondtam nekik, hogy én itt vagyok nektek, mindig itt leszek, apa is, csak most már más foglakni. Fog Ez az, hogy köztünk meg megváltoztak a dolgok, az nem jelenti azt, hogy nem imádunk titeket mindketten ugyanannyira. Én viszont felnőttként vágyom egy társa, és előbb vagy utóbb biztos fogok találni magam mellé valakit, mert az, hogy titeket imádlak, az, az nem jelenti azt, hogy egy magam szintjén levő valaki nem kell mellém, aki uh -huh. nem az apukátok akar majd lenni, de megígérem, hogyha azt érzem, hogy komolyabb, és mondjuk három túl vagyunk, akkor bemutatom nektek, jó? És akkor mondták, jó, jó. És aztán Máté volt az, akit bemutattam nekik, és egyszerűen szerintem pusztán attól, hogy látták, hogy engem boldoggá tesz, és, és én jól vagyok ettől a dologtól, olyan nyitottsággal fogadták az első pillanattól, és olyan szinten nem volt soha semmilyen ellenmenés, hogy, hogy nagyon gyorsan be tudott simulni a rendszerbe. Ő is jól csinálta a dolgokat, és, és valahogy tehát egyszerűen, egyszerűen, jó, jók voltak a rezgések igen. együtt. Itt jegyezném meg, hogy az előző interjúnk jelentős részében erről beszélgettünk, és olyan jó volt hallgatni benneteket, úgyhogy a hallgatóknak vissza, vissza Igen, különném. azt tudom mondani, hogy a YouTube-on megtalálják a közös interjút, és érdemes is, mert hát ódákat zengtünk rólatok itt, akkor személyesen is, meg utána is, amikor beszélgettünk. De azért nagyon sok különvállás, szerintem, ott szokott megbukni, mert hát még házas nem voltam, de azért szakításokon már túl vagyok, hogy átmegyen eguk harcába. Meg kellett ezzel például küzdeni, hát hát ott azért a sérelmek, hogyha van, ha valami fáj, az, hogy felemlegetjük a másiknak, hogy de ha akkor így tettél volna, akkor most másképp lenne. Tehát gondolom, hogy van egy természetes folyamat ennek, amivel meg kell küzdeni. Kérdés, illetve inkább úgy kezem, hogy ebből kell tudni kilépni ahhoz, hogy utána azért a, a családi egység jól meg tudjon maradni, és bár külön utakon, de szeretetteljes légkör tudjatok biztosítani szülőként a gyereknek? Hát egyrészt, hogy ne. Egyértelműen, meg biztos vagyok benne, hogy ehhez az idő is kell, és nekünk is kellett, tehát ez nem egyik pillanatról a másikra, hogy de jó, elvitt a bőröngyét, és két hét múlva tök jól vagyunk, tehát ez nem így történt. Ez egy, ez, egy, ez egy fokozatos és, és kemény munka volt, és évek alatt hegettek be azok a sebek minden irányból úgy, hogy, Megmaradt az a, az, a, az a szeretet, ami, ami nem múlt el, mert, mert húsz évet töltöttünk el egymás mellett, és az nagyon szép húsz év volt majdnem, és van két csodálatos gyermek, és most már tényleg olyan szeretettel és olyan tisztelettel, kölcsönös tisztelettel tudunk a másik fele fordulni, ami szerintem nagyon fontos. De de a, ami a legfontosabb, szerintem az első pillanattól, ami ezen, ez ezen, ezt meggyorsította ezt a folyamatot, vagy segített, hogy amikor az ego harc előjött, akkor, akkor minden pillanatban előbbre tudtuk helyezni mindketten a, a gyermekeink érdekeit. és a Ezt kocsit... nem tudják sokan megcsinálni. Hát valószínűleg valószínű, uh -huh. ez vagy nincs gyerek a kapcsolatban, vagy ha van, akkor akkor arra használják, hogy, hogy egymás ellen úszítsák, úszítsák amit, amit hál' Istennek soha nem, nem gondoltunk, hogy ez, hogy ez működhet. És hogyha a gyerek érdekeit nézed, és nem a saját egódat, vagy saját sérülményedet helyezed előtérbe, akkor sokkal gyorsabban rajzolódik ki, hogy milyennek a, a megfelelő módja. Neked ebben kellett külső segítség? Mondtad, hogy a gyerkőcökkel elmentél a pszichológushoz, de ahhoz, hogy a saját utadat jól tud végigjárni, ahhoz fordultál szakemberhez? Igen, az elején mindenféle, mindenféle irányokat megpróbáltam. De Mert hogy... ilyenkor mi történik végül is? Magadat kérdőjelezted meg? Abban? Vagy, 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 vagy mi az, amiben mondjuk egy szakember ilyenkor kifejezetten tud segíteni? Nem, én, én nagyon nyitott vagyok mindenfajta olyan olyan ezoterikus megoldásokra is, ami amire esetleg nem mindenki. De a, a pszichológustól kezdve, én családállításra is elmentem, kineziológushoz elmentem. Tehát minden, tényleg mindenféle dolgokat megpróbáltam. Nem saját magamba bizonytalanodtam el, hanem azt gondoltam, hogy, hogy mindenfajta külső segítség vagy külső rávilágítás jól jön, amiből majd én összerakom azt, ami, amit ez nekem jelent, vagy ami, ami nekem ebből fontos, és minden, mindegyiktől kaptam valamit. Mik a pozitívumok, mert arról jó azért érdemes beszélni, hogy mi az, amit megváltoztál alapjaiban, mert hogy a rávilágítás az, az azt hozta ki belőle, hogy szembenézni olyan dolgokkal, amik vannak, csak nem szeretünk szembenézni vele, vagy, vagy olyan hozott olyan felismeréseket, amiket mondjuk adott esetben addig nem is tudtál magadról? Hogy, hogy, ne? Felismeréseket is hozott, vagy, 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 segített visszatalálni önmagamhoz, vagy, vagy egy ennyi idő után nagyon-nagyon nehéz azért, azért visszabalanszálni egyfőre, és azt mondani, hogy oké, okay, akkor én most itt ebbe, ebbe beleállok, és, és én leszek az, a, az, az oszlop, ha kell egyedül, aki ezt a két gyereket viszi tovább, és, és megtartja és hogy igenis értékes vagyok, jó vagyok, és magamnak is fontos vagyok annyira, hogy, hogy én törődjek a saját jólétemmel, vagy, vagy, vagy jó Tehát ez, de ezek nem nem, 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 olyan dolgok, hogy oda és akkor utána jobb lesz, hanem egyszerűen rakódnak egymásra ezek a kis élmények, és mivel, mivel beletettem az időt, meg az energiát, meg a munkát, meg tényleg ami, ami, ami szembe jött, és azt éreztem, hogy érdekel, vagy kipróbálom, vagy megnézem, hogy ez, ez mit ad, Azokat mind, mind kipróbáltam, és most nem nagyon tudnám megmondani, hogy egyszer csak hogy lett az egészből valami, valami kerek. folyamat, persze. M mert ez egy, mert ez egy folyamat, és tulajdonképpen itt is arról szólt leginkább, hogy azt érzem, hogy ehhez van kedvem, ezt most megnézem. Ez mit ad? Biztos, hogy, ebben, hogy a hallgatóink közül adott esetben vannak is olyanok, akik például egy ilyen élethelyzet előtt állnak, és mondjuk nem mernek meghozni egy döntést. Érzik a szükségszerűségét, de Nincs valami, ami elindítsa őket ezen az úton. Azoknak tudná -e segíteni abban, hogy hogyan lehetne ezt jól megfogalmazni, hogy a kellő bátorságot megkapják ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen volumenű lépést meghozzanak az életükben? Alapvetően a, a bátorság a kulcs szó. Ah. És, és én azt, azt érzem, hogy az én életemben mindig a, a bátor döntéseimet valahogy, valahogy megjutalmazta az élet. Tehát, amikor. A, ami Tudod, ez olyan, mint amikor a konditeremben nagyobb súlyt emelsz fel, mint addig bármikor, és azt nem hiszed el, hogy fel tudod emelni, de aztán mégis felemeled, és akkor utána nagyon-nagyon büszke vagy magadra. A, a bátor döntések, amikor a, bőven ki kell menni a komfortzónából, vagy esetleg azt érzed, hogy, hogy egy ilyen fekete lyukba lépsz be, amiket nagyon nehezen hoz meg az ember, mert retteg és fél, és nem tudja, hogy mi lesz utána, azok azok a dönt, de közben érzed, hogy meg kéne lépni, azok a, ott, ott nem szabad begyávulni, szerintem, mert, mert ha Megléped, és ha lehet, hogy zuhansz egyet, de aztán utána valami olyan területre érkezel, ami sokkal izgalmasabb és, és szebb, mint ami előtte volt. Csak azért, mert, mert ismeretlen rosszban nem szabad maradni. Neked például ez volt életedben a legbátrabb lépésed? Nem, nekem volt egy pár bátor lépésem, és igazából. Kék, egy... ha ugye jól emlékszem, vagy nem, nem, nem neked volt, nem te mondtad, akkor réglő, jó bocsánat lehet, hogy. Nem, nem is tartom kezdtem. olyan bátor lépést. Jó, oké, okay, az lázadás inkább lehet, hogy a Wolfkati mondta, na mindegy. <laughs> Melyik haj. volt, mondjuk, amelyiket úgy a legbátrabbnak érzed, amiből még ma is mondjuk adott esetben tudsz erőt meríteni? Hát az egyik ilyen az, amikor negyedéves főiskolásként egy friss Vixinházas szerződéssel felmondtam. Úgy augusztusban, hogy szeptembertől élt a szerződésem mert kaptam egy külföldi lehetőséget, és Marton tanár úr nem volt nyitott arra, hogy én, hogy én két hetet kint a két hetet meg itthon, és akkor pár nap gondolkodás. Azt hiszem, hogy kevesen merték volna így pályakezdő fiatal színészként a Vixi szerződést oda Én, én megtettem, és soha nem bántam meg. És, és pont, pont az ilyen, ilyen döntéseim egyébként azok, amik, amikre nagyon büszke vagyok, és nem tudom, hogy mi lett volna, ha más, hogy egész más, más, hogy lenne most az életem. De ott például mit mérlegeltél? Hát, hogy, mi, hogy, 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 mennyire szeretném ezt a külföldet kipróbálni, és mennyire, mennyire vonz ez engem, és mennyit veszítek, hogyha, hogyha ezt nem, nem lépem meg, és természetesen azt is mérlegeltem, hogy mennyit veszítek ezzel, de azt éreztem, hogy ez, mindig, mindig azt választottam, ahol nem éreztem, hogy gúzsba kötnek. Uh -huh. hát azt éreztem, hogy itt most valami tiltás van, és azt én nagyon rosszul viselem, és akkor csak azért is megyek a a szabadabb irányba, ahol nincsenek, nincsenek, ezt nem szabadok. Szóval ezt ilyenkor úgy kell elképzelni, vagy nem tudom, van-e kidolgozott módszertanod erre, van egy pró, meg egy pró, kontra oszlopod, és akkor elkezded bedobálni az érvek. Ebben is csak ilyen ösztönös vagy? Igen, igen, az a helyzet, hogy szerintem sokkal tudatosabbnak tűnök, mint, mint amilyen vagyok. Vagy ha így rám néz az ember, akkor azt gondolja, hogy na hát ez egy, ez, egy, ez egy tudatos nő, és közben abszolút az érzelmeim határoznak meg, és abszolút az érzéseim után döntök. Tehát egyszerűen azt érzem, hogy ez valamiért nem és hiába félelmetes, de az igen, akkor, akkor csinálom. És eltelik egy idő, amire meghozom a döntést, az biztos, nem, ez nem megy rögtön, de, de jó dolog. Igen, mert az ösztönösséget szerintem nehéz, vagy nem is tudom, hogy lehet egyáltalán tanítani, de még az ösztönösségből is lehet azt kicsitni magának az embernek, hogy mondjuk hallgassunk akkor a megérzéseinkre, mert azért az az intuíció, ez nem véletlenül létezik. Biztos, hogy, biztos, hogy azt, azt, azt gyakorolni kéne szerintem mindenkinek, hogy egy kicsit jobban hallgasson a megérzéseire, mert azok nagyon-nagyon azok szépen vezetik az embert egyébként. És, és a jelek is nagyon jól jönnek, tehát amikor valahogy nagyon dörömbölsz, és nem, nem akar nyílni az az ajtó, akkor érdemes egy kicsit arrébb menni, mert lehet, hogy a másik meg három méterrel arrébb tárva nyitva áll, és nem veszed észre, mert azon az előzőn dörömbölsz. Úgyhogy ezek, ezekben én nagyon hiszek, és, és igen, hogyha egy kicsit beengeded az intuíciókat, akkor tök segít. És mondjuk az elsőre szoktál hallgatni, tehát az első megérzésedre, most már azt megtanultad, hogy arra figyelj, vagy még azért mindig hadakozom magad, és hogy ezt úgy elhessegeted, mert mondjuk a racionalitást nem azt követeni meg, hogy arra hallgass. Hogy ne, Általában nálam ezek ilyen több, több hullámokban. Először megérkezik egy első valami, amikor valami már nem olyan, mint kéne, egy ilyen, egy ilyen sugallat, hogy valamit itt azért lehet, hogy változtatni kell. Jó, 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 jó még dolgozunk rajta, eltelik, jön egy következő szint, amikor már még nagyobb a kupac, amit így próbálsz így betuszkolni, de, de azért még, még csinálod, és akkor ismételten, és az ez így több hullám, és a végére már egyszerűen, amikor láthatóan van egy nagy pup, és, és közben meg csak jön, csak jön, az üzenet, csak jön az üzenet, hogy valamit csinálni kéne ezzel, mert ez így nem jó, akkor, akkor a végén összeszedem magam, eddig mindig összeszedtem magam, és akkor lépek egyet. Miben hiszel a sorsszerűségben, vagy arra, hogy előre minden meg van írva, és ezért mersz mondjuk annyira ösztönös lenni, mert van egy ilyen feltétel nélküli bizalmad az életben? Ez Most nagyon ijesztő lenne, mert akkor szerintem ez teljes nihilt okozna, hogyha az ember azt gondolná, hogy minden meg van írva előre, és. És úgyis mind, úgy mindegy, hogy mit csinálsz, mert a vége úgyis ugyanaz, <gül> akkor, <gül> akkor, akkor minek csinálod? Nem ebbe semmiképpen, vagy remélem, hogy nem, mert ez engem nagyon-nagyon megrémítenem, mert akkor azt érezném, hogy nem, nem uralhatom semmilyen szinten a, a saját dolgaimat, vagy nem dönthetek az életemről, vagy nem változtathatom. Inkább azt gondolom, hogy vannak utak, és, és talán a végére ideális esetben el kéne jutni valahova, és ennek mint ilyen különböző játékokban, ennek van rengeteg különböző iránya, ahogy ilyen-olyan kitérőkkel el tudsz jutni, de hogyha haladsz előre, bármilyen kitérőt is teszel, akkor akkor az úgy rendben van. Egyik útról a másikra is nagyjából át lehet csatlakozni néha, uh -huh. és aztán szépen valamilyen irányokból, de menni kell előre. De akkor ehhez kell az, hogy mondjuk neked saját magadban legyen egy megfogalmazott végcélod, ahova szeretnél eljutni? Tehát, hogy mondjuk lásd magad x év múlva, bizonyos körülmények között. És Ezt akkor biztos, azon... van, aki, biztos van, aki látja magát x év múlva bizonyos körülmények között. Én néha, néha ráveszem magam, hogy, hogy tudom, hogy szerintem jó, hogyha vannak ilyen 5-10 éves terveid, vagy, vagy próbálsz ilyeneket így, így előre rajzolni, mert az, 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 az egy előremutató, hogyha, hogyha látod magad, hogy hol szeretnél tartani, vagy hol szeretnél lenni egy 5-10 év múlva. De van olyan, amikor csak go with the flow, és egyszerűen nem nem, nem tudok holnapig se előre látni, szóval ezek, ezek megint ilyen, ilyen teljesen hullámokban vannak. Ez, ez megint, ehhez egy ez tudatosabb létezés kéne, de, de dolgozom rajta. De kitartó vagy egyébként? Hogyha valamit, valamit akarok, abban igen. De hogyha valamit nem én akarok, csak más akarja, hogy én akarjam, akkor abban teljesen nem. Ilyen például a közösségi média? Ez, ez egy tökéletes, tökéletes példa erre, igen, a közösségi média, ahol időről időre erőt veszek magam, néha még kedvem is van kitenni egy posztot, de... 80 ban inkább nem, tehát ezt így... Ér. Testideged neked ez a felület? Mert most ma már azt látod, hogy tényleg boldog-boldogtalan, tehát ö, olyanok, akiknek egyébként nem lenne kötelező kitenni az életüket, pusztán mert mondjuk a szakmájuk úgymond megköveteli tőlük, is már ott vannak is valamiféle tartalmat, már mindenki gyártani akar magából, magából, magáról. Én tartalmat egyáltalán nem akarok gyártani. Azokkal az emberekkel, akik Szeretnek engem is, és fontos nekik az, amit én csinálok. Azokkal időről időre azért osztom meg szívesen, hogy éppen mi történik velem, mert tudom, hogy örülnek neki, hogyha megosztom. És furcsa módon az én, én követőim között iszonyatosan kevés troll van, akik akik negatívkodnak, meg, meg szibaj nélkül kis dobom őket azonnal az oldalról. Tehát ez egy ilyen kis, ilyen szeretett csomagfelület mindegyik felületen, mert az annyi, amennyi nekem nincsenek vásárolt követőim, nincsenek még olyanok se, akik, akik, akik katasztrofa turistáskodni járnak, vagy de azok vannak ott, akik tényleg engem <laughs> szeretnek, és azért ők néha megérdemlik azért, hogy kapjanak egy-egy egy kis ízelítőt az életembe, de, de közben azt gondolom, hogy nagyon veszélyes ennyire kifelé élni, és annyira szeretem megélni a dolgokat, amiket csinálok. Van egy előadás, amire készülök, kis minkelek, eljátszom, belekerülök a szerepbe, és a végén ülök a kocsiba, és megint... Uh, Megint nem csináltam róla posztot. Mert, mert, mert a jelenben. Hát igen, sokkal elvenne a sokkal, sokkal, sokkal. Amikor a sminket készítem akkor azzal foglalkozom, amikor a szerepben vagyok, akkor eszembe nem jut, hogy én bármi más csináljak, mint azt, amit a színpadon csinálok, és annak a 800 vagy 1000 embernek csinálom a képen, megvette a jegyet aznapra. És mikor szépen így így letekerek, és és megyek hazafele a kocsiban, akkor mindig eszembe jut, hogy Na, erről is kellett volna meg egy poszt, mindegy. És általában, általában az a probléma, hogy mindig utólag jut eszembe. És amúgy meg szerintem az jó dolog, hogy én nem nem azért csinálom ezeket a dolgokat, mert én most itt sétálok, vagy sétálok, hanem sétálok velük vagyok, jól érzem magam velük, és elfelejtem kirakni. <gül> <Igaz>? <gül> Igen, még hogyha egyébként ki is raksz, nekem mond hogy egy ismerősöm mondta, hogy hát a, a nap 24 órát tudósítom, és így végig gondoltam, hogy. Nem. Nem, 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 abból az öt másodpercből áll a 24 órás napom, amit te ott látsz a közösségi oldalán, csak éppen annak egy pillanatát kiraktam, és szerintem az tök fontos, amit most mondtál, hogy Éljük már meg, mert aki folyamatosan tudósítja azt, hogy mi történik az pont, hogy nincs benne abban a pillanatban. Igen. Már nem is olyan szűrön keresztül látod, vagy objektíven keresztül látod a történéseket magad körül, de a perspektíva az nem tud eléggé kitárni. De konkrétan látok olyanokat, akik már képtelenek megélni a pillanatot, mert minden pillanatban azt látják, hogy erről milyen fotó készül. Uh -huh. majd. Én ezt nem szeretném, hogyha ez velem megtörténne. Nálad lecsapódott egyébként valami olyan információ, amit viszont szívesen kapnak belőled, vagy tőled a követőid, vagy azok az emberek, akik ilyen formán körülötted vannak, és mondjuk bár neked nem annyira felületed, de, de érzed azt, hogy ebből mondjuk akár szívesebben vagy arról a témáról szívesen hallanának tőled véleményt? Hát azért azt látom, hogy a, a, a családi, tehát a, a magánélet érdekli az embereket a legjobban, és mindig azok, azok a legsikeresebb posztok, ahol vagy a gyerek, vagy, vagy, vagy Mátéval, vagy valami olyan, olyan dolgot csinálunk, ami, ami, ami egy családi program. És mivel ezt sose toltam túl a gyerekeknél, ezért az a néhány, amit megengedek magamnak vagy magunknak, az, az, az náluk is átmegy, úgyhogy néha, néha szoktam, szoktam családi posztokat is kirakni, és sokkal többet kéne szakmai posztokat is kiraknom, mert szerencsére azért nagyon sokféle előadás, sokféle dolog történik velem, ami ami soha nem fog akkor a like számot elérni értelemszerűen, meg nem lesz akkor a követése, de, de azért fontos lenne. De mondjuk szakmailag vinne előre, szerinted? Fogalmam sincs. Tényleg nagyon-nagyon kevés értek ezekhez az oldalakhoz, és ez is egy szakma, amit én nem saját jutottam el, és most már nem is tervezem. Tehát vannak dolgok, amiben jó vagyok, ez nem, nem tartozik feltétlenül azok közé. Nem tudom, hogy kell-e a te személyednek, a te karakterednek Azt egyáltalán. Azt állítják mások, akik jobban értenek hozzá, hogy kéne egyébként. Aha. Tehát valami. akkor több szerepre hívnának, több castingon tudnál részt venni, vagy nem tudom, még nagyobb színpadokon azért, hogy nem, azért, nem tudom megmondani, mert, mert hogy nem csinálom. Tehát De ők mit ezt, mondanak, hogy miért lenne -e szerintük szükség az esetedben? Hát mert most tanában már a, a 21. századnak a jelen levése az tulajdonképpen ez ami a 20. századnak még a film volt, az most, már a, az most már sokkal inkább a közösségi oldalak. Tehát ilyen hát egyszerűs előadásokra van hát szükség. És megnyilvánulni, igen, és hát gondolom, promotálni dolgokat is sokkal jobban lehet, és hát minél nagyobb a felületed, minél több a követőd, annál több emberhez jut el az, amit te szeretnél velük megosztani. Ez viszonylag logikus. Logikus, abszolút-e? Nem tudom, hogy azért gondolkozom ezen, hogy mondjuk kell a te karakterednek, hiszen azért téged tényleg a színpadon láthatunk jelen rendszeresen, ott vannak azért a biztos szerződések, a, a szerepek, tehát, hogy nem is biztos, hogy feltétlenül kell ahhoz. Sokszor magam azért azt mondjuk mondjuk egy, egy egy castingon, akár filmnél, akár tévésorozatnál, hogy hát megnézik azt, hogy kinek mekkora a követőbázisa, és az is uh -huh. számot tevően nyomalatban, hogy, hogy mondjuk kit választanak, hogy kire szerintük, kire kapcsolják be a tévedbe. Szerintem ezek nem pontos szűrők, de... Hát meg egy kicsit szakmaiatlan is, nem? Tehát, hogy nem attól lesz feltétlenül sikeres mondjuk egy darab vagy egy sorozat, mert van 200 ezer követője a címszereplőnek, mert lehet, hogy ettől ő még egyébként nem olyan jó színész, most csak mondtam. Hát valami. egyrészt, másrészt az nagyon nem mindegy, hogy a követőbázis az hogy épül fel, tehát azért az is az is, nagyon-nagyon az is határozottan teven jelent tud lenni, hogy, hogy kikből áll az a bizonyos követőbázis, mennyire... Ennyire a felvevő réteg mondjuk a, akár a filmre, akár a sorozatra, akár a színpadi előadásra. Most ugye a közösségi oldalról beszéltünk, és a, a vége az gyakorlatilag az, hogy új vagy jelen, vagy a TikTokon. Hát imádom, mondtad, hogy jó, oké. Okay. Nem tudom, szeptemberben regisztrálta, ah, ugye hogy tavaly őszel, és akkor van rajta, nem tudom, hat videót talán mert megnéztem, hogy milyen tartalmakat láthatunk tőle. Tavaly, tavaly, nem az utolsó, de majd most csinálok valamit, mert, mert... Lesz, lesz valami aktivitás. Igen, mert, mert Máté annyira, annyira nógat, tehát ő meg, ő meg valahogy nagyon jó érzékel, és, és kedvel csinálja. Ezt ellenben velem. De az enyémet nem csinálja, hiába mondom, hogy miért nem csinálod azt is. Nem, a magaét csinálja. De például a tiktok amennyire amennyire elzárkoztam a tiktok és azt mondtam, hogy na, figyelj, ezt most már tényleg. Tehát, hogy van az a pont, amit már nem kezdek el. Elkezdtem nézni, hogy ő hogyan nyilvánul meg a TikTokon, és megtalált valami olyan jó stílust, ha. szerintem, ami, ami, ami rettenetesen szórakoztató, és érdekli az embereket, van benne van benne színészet, van benne sporttartalom, és közben meg, meg fogyasztható, és, 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 nagyon szórakoztató. Tehát szerintem így kell jól csinálni, csak mivel annyi érdekem mindenképp van hozzá, hogy tudjam, hogy mi a jó és mi a nem jó, és nem tudom jól csinálni, rosszul nem akarom, és aztán mindig az van a végére, hogy Csinálnám szívesen, ha jól csinálnám, de mivel nem Például csinálom jól. Zavarbejtő számodra? Mondjuk, hogy, hogy olyan szeletét ad a, a, létezésednek, a lényednek, ami mondjuk esetleg már kicsit intimnek érzel, vagy annyira bensőséges. és nem, egy, tehát egy, a, a ilyen nem csal. egyáltalán nem, egyszerűen csak béna vagyok. Vagyis egy, plusz feladat, egy meló. Nem, homályos nem, a kép, amit csinálok, rossz a beállítás, tehát igazán Tehetségtelen vagyok ebben. De ez és lehet, hogy ettől lesz jó. ha mindenki ott a, tökéletes, a tökéletesre hajt, és akkor nálad Igen. végre látunk, hogy de jó, én is ez is szoktam igazán, Ez igazán közepes, szuper. Igen, lehet, hogy akkor én, én megyek erre, hogy, ha találtuk neked egy új felületet, nézd! Akartuk olyat találni, ami, ami nem jó, tehát igazán tényleg Középszerű vagy annál lejjebb, akkor gyertek és nézzetek engem, mert... <laughs> Nézzétek, ez... ilyen értemben illet a titokod, de hogyha meg valami baromi jót akartok látni, akkor <laughs> meg a színpadon. Viszont iszonyan addiktív. Tehát ezt én, én tudom neked igazolni. Na hát ez velem történt meg. Tehát, hogy téged még nem tudott ezek nem, szerint beszippantani. Nem, nem az, hogy te csináld, hanem mások tartalmát, hogy nézd. Az se. Azt se. Engem írdatlan gyorsan elkezd idegesíteni. Tényleg? Nagyon-nagyon-nagyon. Mi az, ami, ami mondjuk ilyenkor a leginkább a, a idegesít benne? Hú, én már tudnám a választomat, de nem az a lényeg, hát hogy én válaszoljak. Az, az, az értelmetlen tartalmak, amik rabolják az időmet, az, azok nagyon idegesítőek. És azért a TikTokon is vannak, most már látom, hogy vannak, vannak tök izgalmas, jó, jó tartalmak, meg olyan, amitől amikor megnézek valamit, és nem leszek tőle több, akkor akkor mérges vagyok, mert akkor elvette az időmet, és ezt, nem szeretném, miért veszed el az időmet, nincs olyan sok. Olyan azt tudod, hogy a következőt, tehát ezért pörgetjük, hogy a következőtől azt várjuk, hogy akkor legyen még egy kis adrenalin, meg még egy kis adrenalin, és ugye ha az egyik nem adta meg, akkor majd a következő biztos kielégíti ezt az igényünket, és ezt tesz igazán függővé. De jó, hogy ezt te meg tudod állni, hát ez csodálatos. Végig szoktam én is görgetni időről időre azokat a, a felületeket, amikről mint megtudtam, már egyébként már lefutóban vannak, tehát már még nem is kéne én <laughs> időbe már... csatlakoztam. Igen, 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 Tehát amúgy is mindig kettővel lemaradva vagyok, tehát azok a felületek, amiket én elkezdek, azok már éppen a, már ássák a sírjukat. Ez, ez is olyan fura nekem, hogy, hogy, hogy ezek mind ilyen pár évre szólnak, és akkor felépítesz valamit, Közösséget és már az egész nem is ér, mert van egy újabb, meg van egy jobb. És ez, ez, ez ezek is a zavaró tényezők közé tartoznak nálam. Már hát meg olyan múlandó pillanatok, Ugyan. amiről meg viszont már beszéltünk, hogy mennyire fontos és jó megélni azokat az élményeket, amikben a jelenben részünk van. Lila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál köszönöm. ezúttal is, és hogy beszélgettünk. Nagyon sok gondolatébresztő volt benne, főleg itt a végén, hogy hogy hogyan működsz és hogyan rendezkedsz be a mindennapokban. Köszönöm szépen neked ezt az elmúlt, köszönöm. hát nem is tudom, majd egy órát, vagy éppen egy órán. És hát lehet, hogy még találkozunk ezek szerint. Ugye? Rendszeresen jövök, mert mindig, mindig marad még egy, még egy beszélgetés, nyomjak bennem. Legyen így. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen, szépen a jelenlétedet. Nektek is köszönjük, hogy velünk voltatok ezúttal is. Iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek be minket minden felületen. Én Szerlák Vivian szerkesztőtársam nevében köszönöm szépen, hogy minket választottatok ezúttal is. Sziasztok! A műsorszámot a Nutriverzum támogatta.